A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége a magyar parasportok és parasportolók megünneplésére készülve ismét együttműködésre, megemlékezésre hívta az ország összes óvodáját, iskoláját és önkormányzatát lélekmozgató programjával. Országszerte több száz intézmény és település csatlakozott a felhíváshoz. Február 22-én kedden közösen foglalkoznak a parasportok, a parasportolók, a fogyatékossággal élők témájával szemlélet formáló, lélekmozgató elmélet, illetve gyakorlati sportfoglalkozások keretében. A legfontosabb jelentősége az egyrészt az érzékenyítés, hiszen nagyon sokat kell dolgoznunk azért, és a hét vagy az év minden napján tennünk kell azért, hogy valóban a parasportolók, illetve a fogyatékkal élő sportolók, ők érezzék azt, hogy nekik nagyon komoly helyük és nagyon komoly szerepük van a magyar sportéletben, és ezért nagyon fontos nap a Magyar Parasport napja, és nagyon fontos az a lélekmozgató program, amely különböző rendezvényekkel próbál minél több intézményt megszólítani, és nagyon örülünk annak, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind Nyíregyházán, mind pedig a megye számos területén jó pár intézmény bekapcsolódott ebbe a programba, és ezáltal eljut az intézményben tanuló gyerekekhez, illetve azokhoz a felnőttekhez és lakókhoz, akik azt hiszem, hogy a célközönséget jelentik, hogy valóban itt az érzékenyítés az jelen legyen. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a parasportolók nagyon komoly sikereket érnek el, nagyon komoly energiákat fektetnek be abba a munkába, amelyet ők a sportért élnek, illetve abba az életbe. És azt hiszem, hogy nagyon büszkének kell lennünk rá, és sőt, nyugodtan lehetünk büszkék, ráadásul egy ilyen paralimpiai vagy paraolimpiai eredmény után. Én úgy gondolom, hogy ők nagyon komoly részei és nagyon komoly erőfeszítések árán érnek el eredményeket, és nagyon, nagyon komoly részesei annak a magyar sikersorozatnak, amelyet az olimpiákon megélünk. Peres János ülőröplabdázóként vett részt a barcelonai, az atlantai és a Sydneyben rendezett paralimpián, 1995-ben pedig Ljubljanában Európa-bajnoki címet szerzett a magyar válogatott tagjaként. Tapasztalatai szerint a fiatalok szívesen ismerkednek meg a parasportágakkal. Nagyon jó a fogadtatás, annyira figyelnek a gyerekek, és érdekli őket, viszont attól nagyobb örömet nem tudok elképzelni, amikor ki is próbálhatják. Amikor leülhetnek, és bemutatjuk nekik a különféle kosárérintéseket, alkar, hogyan kell, és amikor ezt megpróbálhatják, akkor a játékkedv, ennek a mozgásnak a újsága, hogy van egy ilyen játék is, még jobban felvillanyozza őket, és nagyon szívesen csinálják. Azt tapasztaltuk, hogy egy egyórásra tervezett bemutató már 3 órát is igénybe vesz, mert egyszerűen minden gyereknek szeretnénk mutatni a lehetőséget, hogy kipróbálhassa, és általában körforgásba mennek a cserék, és nagyon szeretik. Kedden többek között a Nyíregyházi Egyetemen, a megyeszékhely 16 óvodájában és több általános iskolájában tartják meg a Magyar Parasport napját.